Politikai blöffnek nevezte Demján Sándor azokat a véleményeket, amelyek szerint nőtt volna a forgalom a vasárnapi bolt bezárások miatt. A VOSZ elnöke szerint ezt sehol semmilyen adatok nem támasztják alá. Ennek a megállapodásnak az aláírásával szeretnék elérni, hogy még szorosabb legyen az együttműködés magyar és román vállalkozások között. Jelenleg a mezőgazdaság, az oktatás és a környezetvédelem területén vannak konkrét elképzeléseink, mondja a Román Munkaadók Szövetségének elnöke. Demján Sándor szerint mindkét ország olyan imponáló GDP növekedést produkál, amivel a gazdasági hátrány ledolgozható. 20 év nagyon kemény munka. Ennek egyik eleme az, hogy együtt kell működni a régióba a vállalkozásoknak. Ugyanakkor a vállalkozó politikai blöffnek nevezte, hogy a magyarországi vasárnapi boltbezárás hatására nőtt volna a forgalom vagy a GDP. Mindenhol azt mondták, a matematikai alapon, hogy a vasárnapi nyitvatartás GDP növelő költségvetési bevétel többletet okoz, akkor ne higgyék el, amit Magyarországon mondanak a politikai kudarc leplezésére, hogy Magyarországon növekedést okozott. Ez egy abszurd. Demján Sándor szerint az év végén tudják megmondani, pontosan mekkora kár érte a gazdaságot, de továbbra is kitartanak a vasárnapi nyitvatartás mellett.